A káplán ájtatos hajlításainál apánk ajka minduntalan megrándult. Rettentő. A szertartás alatt egyszer álltam közel a síráshoz, amikor elhunyt nővérünk nehéz életéről esett szó. Pedig nővéreink és bátyáink élete rendszerint ilyen. Kisvártatva elvitték a koszorúkat, a fátylak hegykén lebegtek. A halottas kocsi Skoda feliratát nagyon sokszor elolvastam. És mentem a koporsó után, oly egyedül, mintha Isten temetné a halott világot. És lennének már csak ketten az üres tátongó űrben. Ő és a világ halott. Mentem a fehér csipke szemfödős barna koporsó után, belelógatva a fejemet a motoros gyászkocsi üvegdobozába. És láttam a gyászkocsi üveglapján, ahogy arcom tükörképe, födetlen fejem belecsavarodik a fehér szemfödőbe. Egy-egy idétlen sírfeliraton olykor nevetni támad kedvünk. Fölényt éreztünk a pillanatokban a többiekkel szemben. Csöpörgött. Az agyagos földön csúszkált a talpam. Szegény cipő. A síron, nagyszüleink sírján csináltak egy kis lyukat az urnának. Akkorát, amekkorát egy kutya kapar. Ő is a csontnak. A hatalmas koronájú gesztenyéket néztem, és az olmos távoli eget, mely úgy borult fölénk, ahogy az egy fájdalmasan nagy regényben írva van. A fák megmozdultak, s lehorgasztott fejjel arra gondoltam, mindegy, valaminek úgy is lennie kell. A lapátoláskor, mely az elképzeltnél sokkal magától értetődőbbnek, tárgyszerűbbnek és helyénvalónak tetszett, egyszerűnek, eszembe jutottak hajdani minisztrálásaink, az, hogy mennyire szerettünk temetőzni. A pénz miatt. A hozzáértő ember később már ránézésre, blikre tudta, mit tudni akart, az özvegyek ruhájából, a sírások fajtáiból, az öltözékekből, a férfiak és nők arányából és viszonyából, és így tovább. Rólunk vajon mennyi gombolható le? Tőlem nyilván egy 10-es, érzelmes ügyeskedésre talán egy 20-as, apánktól korrekten fejenként egy 20-as, borravaló dolgában tévedhetetlen, öcsinktől meg akár egy 100-as is kitelne. Az eféle nagy darab gendroid férfiak az okogás határán a lehetőségek csimborasszói. Húgunk sápadtan elzavar.